Sok szeretettel köszöntjük a március 18-ai heti friss minden kedves nézőjét, hírek közérdekű információk következnek. Március 20-án 18 órától a Végadó dísztermében Gallai Attila szerzői estjére várják Önöket a szervezők. Közreműködik Kubina Péter, Pinkovics Gábor, Mocsári Emma, a Somogyi Vonós 4-es és a Budapest Szaxofon Kvartett. Antal Mátyás vezényel, a műsort pedig Zsombók Erika és Gallai Attila vezeti. Április 4-én a Vigadó dísztermében Mocsári Károly és Balázs János közös koncertjén vehetnek részt, melyen Csajkovszkij, Doknányi, Rachmaninov és Glanzberg művei csendülnek fel. A belépőjegyeket elővételben és a helyszínen is megvásárolhatják. Április 24-én Pál Feri atya ismét Monoron a Vigadóban tart előadást. A rendezvényre, ahogy a Vigadó tájékoztató füzetében olvashatjuk, bárki bejöhet, nem kell semmi elvárásnak megfelelni, elég a hallgató nyitottsága. A dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás pályázatot hirdet könyvtáros, segédkönyvtáros munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje március 27-e. A részletes pályázati kiírást Monorváros honlapján tekinthetik meg. Monorváros önkormányzata pályázatot hirdet a Monori Kossuth Lajos óvodában egy fő óvodapedagógus intézményvezető magasabb vezetői megbízással munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje április 20-a. Bővebb tájékoztatás Monorváros honlapján érhető el, illetve Búrján Sándortól kérhető a 0629 612 305-ös telefonszámon. Monorváros önkormányzata március 16-án tartja a soros ülését, melyen 31 napirendi pontot tárgyalnak a nyílt ülés keretében, és 3 napirendi pontot zárt ülés keretében. A testületi ülésről készült felvételt a www.gemini.tv.hu oldalon, a kiemelt napirendi pontokat pedig az első kézből rovatunkban tekinthetik majd meg. A Kövál Zrt. Értesíti a lakosságot, hogy a sárga zsákos hulladék a következő időpontokban kerül elszállításra. Monor 1-es körzetében március 20-án, a 2-esben március 21-én, a 3-asban március 22-én, a 4-esben március 23-án, még az 5-ös körzetben március 24-én. Péteriben és Vasadon március 27-én, Monori Erdőn pedig március 28-án szállítja el a szolgáltató a sárga zsákos hulladékot. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét arra, hogy a zöld zsákos hulladék elszállítása április hónapban indul, a szolgáltató minden háztartásba 2 darab zöld zsákot fog eljuttatni. A Monori Városfejlesztő Kft. Ezúton is tájékoztatja a lakosságot és az érdeklődőket, hogy életbe lépett néhány forgalmi rend változás a Balassi Bálint utcában és a leendő sportcsarnokkal szomszédos területeken. Várhatóan az idei év végéig lezárták a Balassi Bálint utcát a dr. Gombos Matild egészségház mögötti szakaszon. A Nyitrai utca átmenetileg zsák utca lett, ezen felül megállni és várakozni tilos a Balassi Bálint utca szakorvosi rendelőintézet utáni szakaszán. Kérjük, hogy figyelemmel közlekedjen és tartsák be a szabályokat. A Pest megyei rendőrfőkapitányság toborzó csoportja várja a készenléti rendőrség határvadász bevetési osztályainak állományába járőrtárs beosztás betöltése iránt érdeklődőket az alábbi időpontban. Március 27-én 9 órától 12 óráig a Monori Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán. Monor, Kossuth Lajos utca 78-80 első emelet. A határvadász képzés pályázati felhívását és a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat letölthetik a www.polisz.hu/határvadász-képzés oldalról. Az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Földművelésügyi Minisztérium március 3-án. Ennek értelmében tilos erdőkben és fásításokban, valamint azok határától számított 200 méteren belül tüzet gyújtani. A korlátozás vonatkozik a kijelölt tűzrokkóhelyekre is. Monorváros önkormányzata külön rendeletben szabályozza a kerti hulladék égetésének szabályait. Ennek értelmében belterületen pénteki napokon 8 óra és 20 óra között engedélyezett. Ugyanakkor a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom, mely jelenleg is érvényben van, az önkormányzat által meghatározott időpontra sem ad felmentést. A rendeletet a www.monor.hu oldalon találják meg. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint a Duna Aszfalt és az Euroaszfalt Kft. Tisztelettel meghívja az érdeklődőket az M4 gyorsforgalmi út
Üllő, Albert Irsa közötti szakaszának kivitelezésével kapcsolatos nyilvános tájékoztatójára. A fórum időpontja a március 22-e 17 óra, helyszíne pedig a Monori Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. Díszterme. A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására. Bizonyára emlékeznek arra, hogy március 4-i adásunkban beszámoltunk a dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpiáról, melyen a Monori József Attila gimnázium és szakgimnázium két korosztályban egy-egy csapattal vett részt, és mindkét csoport bejutott a tatai döntőbe. Örömmel adjuk közre a hírt, hogy a Lehota Vilmos, Kádár Kata, Szilos Szintia, Lehota Eszter alkotta csapat országos első helyezést, míg a Kajos Panna, Köves Áron, Kis Ádám, Tóth Attila alkotta csapat országos 5. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez! A Monori Jászai Mari Általános Iskola értesíti a következő tanévben első osztályba lépő gyermekek szüleit, hogy március 20-án 17 órai kezdettel az iskolában az egyházak képviselői tájékoztatást tartanak arról, hogy a hittanoktatás keretében mely egyházak közül választhatnak a 2017-2018-as tanévben. Március 30-án, csütörtökön 8 és 11 óra között nyílt napot tartanak, melyre szeretettel várják a leendő első osztályos gyermekeket és szüleiket. Ezen a napon órarátogatási lehetőséget biztosítanak a jövő tanévi első osztályos tanítónőknél, majd fórum jellegű közös beszélgetés lesz az aulában, amelyen részt vesz az iskola vezetősége is. További információt az iskola telefonszámán kaphatnak, 29-es körzet 611 580. Március 15-én délelőtt ünnepi testületi ülést tartott a Monori Önkormányzat képviselőtestülete, melyen átadásra került a Monorért emlékplakett és oklevél kitüntetés Horváth Mária gimnáziumi tanárnak és Zátrok Károly nyugalmazott gimnáziumi tanárnak. Köszöntőt mondott dr. Zsombok László, városunk polgármestere. Ezt követően a város központban a Kossuth szobornál emlékeztünk a 48-as hősökre. Ünnepi beszédet mondott Pogácsás Tibor államtitkár, dr. Zsombok László köszöntötte a kitüntetetteket, majd ha van közös akarat címmel Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész előadását hallgathattuk meg. Ezt követően elhelyezték a megemlékezés koszorúit, virágait. Mai műsorunkban az ünnepi testületi ülést tekinthetik meg felvételről. Ennyi volt már a heti friss, köszönjük figyelmüket, Edit már is mondja, hogy mivel folytatódik a Gemini Televízió műsora.